Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Kormányzati irányítású csempészhadjáratok és korrupt módon működő titkos szolgálat. A 70-es évektől dollármilliárdokat vittek ki hazánkból offshore cégeken keresztül. De mégis hogyan működtek ezek a hálózatok a gazdaságban, és hogyan érték túl a rendszerváltozást? Ez itt a kérdés, tartsanak velünk! Érkezik hozzánk borvendég Zsuzsanna történész, aki szerint gazdasági szuverenitás nélkül a politikai szuverenitás is csak korlátozott lehet. Velünk lesz Galló a politológus, aki úgy látja, a pénz ideológiája maga a pénz, és ennek rendel alá minden más ideológiát. A világ egyensúlyának alapja az igazság keresése. Ez a történész küldetése ezt már Bertalan Péter Tamás történész, politológus vaja. kívánok, üdvözlöm a nézőket és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek, örülök, hogy itt vagytok. Nagyon érdekes téma, és nem először beszélgetünk erről, de, de azt gondolom, hogy most kezdjük talán egy olyan kérdéssel, ami picit általános és érinti nem csak a közelmúltunkat, hanem a jelenünket is. Szerintetek mit jelent az, hogy pénzhatalmi elé, és kik tartoznak bele, Zsuzsa? Lecsok közepébe rögtön. Nyilván, hogyha azt nézzük, hogy ma ez a globális folyamatokat... Feltételezzük, hogy nem spontán módon alakulnak, hanem van valami rendezőelv, amely áthatja ezeket a folyamatokat, akkor mindenképpen valami pénzhatalmi elitet keresünk mögötte, hogy ők kék, hát most nemrég olvastam, hogy volt egy felmérés, hogy valami több mint 40 ezer globális nemzetközi cégnek a tulajdonosi hátterét nézték meg, és annak több mint 40 ezer cégnek valami 142 vagy 143 Tulajdonosi síg vagy tulajdonosi cégig tudták visszavezetni. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor alig több mint száz tulajdonos kezében van a, a világ legnagyobb globális cégeinek a tulajdon része. És ugyanezt, ha megnézzük mondjuk vagyoni eloszlás szempontjából, itt most nem fogok tudni pontos számokat mondani, de azt is szokták mondani, hogy a világ tehát az összejavaknak a 70%-a talán a, a világnépességnek 1%-ának a kezében van, tehát ez egy olyan tőke koncentráció, ami nyilvánvaló, hogy megpróbálja a saját érdekeiket érvényesíteni. És mivel ilyen tőke koncentráció van a kezükben, ezért tudják is érvényesíteni az akaratukat. Nyilván média hálózatok vannak a, a, kezükben, tehát manipulálják a tömegtájékoztatást, manipulálják a híreket, a közbeszédet, tematizálják a közbeszédet, és ugyanilyen módon nem csak médiát, de politikusokat is tudnak vásárolni. Tehát azt gondolom, hogy ez így behálozza, keresztbe kasul az intézményi hierarchiákat, az állami intézményrendszereket is. Béla? Hát ugye a pénz és a hatalom mindig összefonódott a történelemben, kezdve mondjuk, nem onnan kezdődött, de most csak idáig mennék vissza, Mediciek, Fuggerek, Rothschildok, ezek mind a Európa és a világpolitika történéseinek a meghatározó szereplői voltak, irányították a politikusokat is bizonyos mértékben, nem olyan mértékben, mint ma, ebben Zsuzsának teljesen igaza van, hogy ez a tőke koncentráció egyúttal egy olyan hatalom koncentráció is, ami példátlan a, a világtörténelemben, legalábbis eddig. És nagyon érdekes, hogy itt most nagyon végigszaladok az elmúlt pár évtizeden, hogy ez a 2007-es, 2008-as pénzügyi világválság, gazdasági világválság érdekes módon ezt a trendet erősítette. Tehát nem, hogy csökkentette volna, és megkérdőjelezte volna a, a pénzügyi elitnek, vagy a hatalmi koncentrációnak. Pedig onnan indult ki a válság. Hát, hát onnan indult ki, és ugye megint az, az is kevesen tudják, hogy kevesen gondolnak rá, hogy, hogy ugye ezt az egész kaszinokapitalizmust, hiszen erről, erről van szó, hogy amikor a betéti bankok, azaz a kereskedelmi bankok is elkezdhettek tőzsdézni, ugyanúgy, ahogy a befektetési bankok, ezt a Bill Clinton adminisztráció alatt legalizálták, a glass törvény volt az, amit Clinton megkérdőjelezett, és ezt tette lehetővé, hogy a pénzügyi tranzakciók olyan mértékűek legyenek, ami példátlan volt az addigi történelme, és különösen jellege az, hogy kaszinóznak, tehát kockázatot vállaltak, mások rovására természetesen. De visszatérve az alapkérdéshez, hogy ez a mai pénzügyi elit, és abban is igaza van Zsuzsának, hogy ez emögött média, meg valódi termelőtőke érdekek is vannak, tehát ez egy komplexum, amit lehet, hogy helyel közzel néha más hangsúlyokkal ez vagy az irányít, vagy az kerül előtérbe, de ez egy összefonódott világhatalmi elit, ami gyakorlatilag újra akarja struktúrálni, ezt nemrég ki is fejtették a Nagy Újrakezdés című könyvben, ugye a Davoszi Világ gazdasági fórumon, hogy itt teljesen más emberiségi, emberiség történetet akarnak elkezdeni, el akarják törölni, ami eddig volt, ugye ez kicsit ismerős, és valami... Cancer, igen, valami újat akarnak kezdeni, hát ez még nyitott játszma, hogy ez sikerül -e nekik. Péter? Komplex kérdés, és így, ahogy hallgattam ezeket a bölcsmondatokat, arra gondolok, hogy a világ erőforrásainak a, a nagy részét azt tízezer ember birtokolja. Egy o, ilyen adatot olvastam, és a többi részén pedig a, a többi ember osztozik, tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez a hatalmi elit, ez tényleg a világ stratégiai pontjain jelen van, és annyira érdekes, hogy itt globális dolgokról beszélt Béla, ez a hatalmi elit regionálisan is jelen van, meg lokálisan is. Tehát ennek a hatalmi centruma, és ha a hálózat elméletet nézzük, akkor a hálózati elemek cserélgetődése az, az, az nagyon finoman ki van találva. Néha lokális szinten jelennek meg, kiválva a helyi társadalmakat. Én a vidékről tudok véleményt mondani, ott is jelen vannak. Tehát alapítványokon keresztül, például környezetvédelmi alapítványokon keresztül iskolákat is elérnek. Látszólag nem ez cél. Környezetvédelem, zöld politika, klímapolitika, az iskolai igazgatónak felajánlják a környezet, most talán nevezik középiskolában, meg iskolában a környezet tantágy, vagy biológia tantágyra bemegyünk, és akkor, a, és akkor ilyen nagyon szépen csepegtetve, egy picit úgy fogalmaznék, hogy ideáltipikus gondolatok jegyében belecsepegtetik a, a zöld mozgalom örve alatt a fiatalok fejébe azt, hogy Menjetek ki, és tüntessetek sokat. Mm -hmm, tehát indoktrinálnak. A, a történész meg szólalhat egyből, tehát Na a, amit elmondtál. Tehát ezek a technikák, ezek a. Hát a két világháború között a Comintern hálózataiban bevett gyakorlat, tehát ott válik bevett gyakorlattá ez. Ugye ők mondják azt, hogy a, az emberben élő jót kell megszólítani, mindenképpen valami messianisztikus célt kell a humanizmusba ágyazva előre vetíteni, amit önként követnek azok az értelmiségiek, akit ugye Lenin hasznos idiótáknak hívott, tehát a társutas értelmiség, itt főleg humán értelmiségről volt egyébként ekkor szó, önként követtek, és az volt a lényegben, hogy tényleg az emberben élő jót szólították meg, tehát ő jó, jó szándékkal támogattak valami olyan eszmét, ami ördögtől való volt, ez nem, nem tűnt fel nekik. És, és, a hiten volt a hangsúly, tehát hittek ebben az ideológiában, és a hit azért volt fontos, mert ez adta a függetlenség látszatát mert valóban függetlenül nem parancsra és megrendelésre írták a, a, az eszélyeket, a tanulmányokat, az újságcikkeket, a regényeket, hanem saját hídből, saját elkötelezettségből, és innentől kezdve csak egy jókor, jó helyen el kellett indítani valami témát. Föl kellett vetni, amiben benne volt a humanista csomagolás, és önként ezek a független értelmiségi gondolkodók gyakorlatilag végig futtatták minden, ma úgy mondjuk, hogy mainstream, akkor tehát olyan fősodratú területen, ami sok emberhez eljutott, és közélet és politikai alapvetésé vált, hetek, hónapok alatt akár. És egyébként ezt egy Louis Gibárti nevezető, ez a fedőneve volt, ez egy magyar származás, egy magyarországi származású kominternestől van szó, Dobos Lászlóról, aki nyúltenyésztésnek hívta ezt a fajta módszertant, ahogy ezek az értelmiségiek saját magukat toborozták tulajdonképpen az eszme mögé. Micsoda önellentmondás mondás egyébként, hogy egy alapvetően ateista és tapasztalatra épülő ideológia az a hitet beemeli a, a rendszerbe. Béla, parancsol. Hát a hit az mindig egy, a világi megváltás az mindig egy alaptétele volt a a úgynevezett marxista baloldalnak, vagy leninista baloldalnak, itt áll még pontosabb. Ezt, ezt átemelték ugye nyilvánvalóan a, a kereszténységből, azt tudták, hogy a hit az egy nagyon fontos mozgató erő, de ő nekik ugye megvolt az a jövőbelátásuk idézőjelve, vagy a történelem bizalmasi szerepköre, hogy látták, hogy a proletariátus lesz az, amelyik majd ezt a világi Paradicsomot megteremti, hát most ne menjünk ebbe bele, hogy ez nem jött be. De valóban ezt a mechanizmust, ezt a nyúltenyésztést, ha úgy tetszik, nagyon tetszik ez a kifejezés nekem, bár negatív értelemben, ezt, ezt átvette a jelenlegi globális elit is, sőt, ezt fokozta, mert ma már a humanista célok azok inkább ilyen transhumanista célok, magyarul emberen túli célok képében jelennek meg éppen a a Nagy Újrakezdés című könyvnek az egyik pár oldalán is lehet ez erről olvasni, és vagy egy Hereri, Harari, nevű izraeli filozófus, aki ezt explicite ki is fejti, hogy, hogy aki nem hasznos, azt, azt ketrecbe kell tartani most a szó képletes értelme, mert el kell kábítani drogokkal, el kell kábítani a tévével, el kell kábítani azzal, és tulajdonképpen a világot az okosok irányítják. Ugye ez megint rímel a, a bolsevizmusnak meg a marxizmusnak arra alapvonására, hogy ez egy értelmiségi kitaláció volt annak idején, és az értelmiségiek mozdultak rá elsősorban mindenütt a világon, most pedig ugye ez a Harari féle filozófia, ez egyértelműen a technokráciának, és az, még egyszer mondom, ő is úgy nevezi talán, hogy a, 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 az okosaknak a kezébe rakná le a világsorsát, kicsit rímelez ugye, nem teljesen, akarom Platont erre a szintre lehozni, de ugye Platonnak azzal az elméletével, ami úgy szólt állom elmélet, hogy az okos embereknek vagy a tudósoknak kellene a világot irányítani. Na ez nem ugyanaz, de minden esetre nyilván ezt is felhasználhatják. Hát majd ez alapján viszont ez alapján a logika alapján akkor nem véletlen az, hogy, hogy folyik nagy mértékben a fogyasztói társadalomnak a lehető legszélesebb kiterjesztése, hiszen ezáltal ugye a mi volt a nép ópiuma, Lenin szerint a vallás, hát most pedig a fogyasztás. De akkor menjünk vissza a gyökerekhez, mert Zsuzsa azt mondta, hogy egyből belevágtunk a lecsó közepébe, azért menjünk vissza egy picit a gyökerekhez, egy picit a rendszerváltoztatás korába. Az a fajta hálózatos szemlélet hogyan jelenik meg már a 80-as években? Az akkor még létező szocializmus, és az egyébként már a szocializmus végét váró és vizionáló nyugat között. Itt nem is a 80-as években, hanem már a 70-es években nagyon erőteljes ez a behatolás. és. Már az vezet... új gazdasági mechanizmus bevezetésekor elindul egy gondolkodás Nyugaton, nem? Ennek hamarabb, a... hamarabb. Még Tehát hamarabb? Én azt gondolom, hogy nekem erről van egy hipotézis, és félig, mindig sikerült is már bizonyítanom, hogy hogy azért itt 44-45-ben, mikor, mikor véget ér a világháború, azért egymás ellenfeszül két nagyhatalom tudják, hogy ők lesznek a potenciális ellenségek, már a háború utolsó éveiben is. Tehát amikor mire vége van a háborúnak, és leereszkedik a vasfül. Gyöny. Ők már ebben a keretrendszerben gondolkodnak, de beleveszik azt is, hogy hogy itt egy globalizálódó gazdaságról van szó, nem lehet a világot egy mesterséges fallal egyik napról a másikra ketté választani. Tehát tőke mozgást biztosítani kell, tőke kapukat nyitni kell a vasfüggönyön. És ezt nagyon tudatosan kezdik, és az egyik ilyen tőke kapu Magyarországon keresztül ö, nyílik meg ezt már 47-től Vas Zoltánék konkrét embereken, meg céghálózatokon keresztül elkezdik kiépíteni. Azokkal És a német tisztekkel, akik... Náci, náci tisztekkel. Um, Jó, náci tisztekkel, <laughs> tehát igen. akik részben a hírszerzésben szolgáltak, részben a harcoló alakulatoknál, ugye Kelet-Európában tartózkodtak a háború idején, a, akár az SS-ben, akár pedig a Wehrmachtban, azoknak a tapasztalatait felhasználva, és hogy azoknak ne. a kapcsolatrendszerét felhasználva? Hogy ne. ők rendkívül jó terepismerettel rendelkeztek a kelet-európai térségben, abban a térségben, amit a szovjetek megszállnak. Tehát nyilvánvaló, hogy az amerikai titkos szolgálatnak szüksége volt az ő tudásukra. Ugyanakkor a Szovjetunió is tudta használni, mert ő is ismerte ezeket az embereket. Tehát oda-vissza egyfajta titkos behatolási útvonal is volt rajtuk keresztül, és a gazdasági együttműködést is lehetett biztosítani, nem mellesleg pedig, szerintem belejátszott az is, hogy az orosz és a német területek közötti gazdasági együttműködés, ami mindig is kulcskérdés volt, és és a hidegháború idején is kellett ezt biztosítani, de mindig fedésben. Tehát, hogyha a német meg az orosz területek egymásra találnak nyíltan, abból az lesz, hogy fölrobbantják az északi áramlatot. Tehát ezt mindig, mindig valahogy rejteni kellett, és én én a, azt a logikát látom el hogy Magyarországon keresztül nyílik meg, hogy a német és orosz együttműködés, gazdasági együttműködés, ami Sztálin is nyilvánvalóan tudja, hogy szüksége van rá, hát Hitlerrel is együttműködik, még az oroszok megtámadják, tehát a német uh, hadsereg, miután megtámadja Oroszországot, még utána is van közöttük együttműködés. Hát tehát igen, 39-ben a háború, de 41-ben jön a barbarossz Barbaros Igen, de még utána is vannak szállítások a két ország között. Tehát uh, teljesen döbbenetes, és szerintem titkos szolgálati szinten amúgy is van kapcsolat. Tehát a német meg a szovjet titkos szolgálat között. Hadd hát mondjak egy érdekes gondolatot, itt a Zsuzsa Bölcs gondolata volt Vaz Zoltán. Akkor megérkezik, Pécsre megy először, és a dél túli kommunista hálózat kialakítása és mozgatása a feladata, és ebből beletartozik az egyik konspirációs központ Kaposvár, ahol a két világháború között meglehetősen erős a 19-es veteránoknak a köre, olyan erős egyébként, hogy Somogy megyében van olyan falu, ahova a 19-es veteránok nem engedik be az új donászokat, egy szírmai nevezető, ez nem a budapesti szírmai, hanem ez egy másik szírmai, az ő embereit. Tehát a vörös katonákra gondolsz. Igen, hát, a vörös katonákra, és ennek a szírmainak, aki megérkezik, szírmai enőnek hívják egyébként, később az OTP-nek lesz az egyik vezetője. Ez a Szirma Jenő, ez orosz katonákat kér a Kaposvári Városparancsnokságtól, hogy a faluba, abba a faluba, amit Büsünek hívnak, bemenjenek, mert a régi 19-esek az újdonásokat nem engedik be. Ez egy nagyon érdekes történelmi helyzet. Aztán persze utána leradírozzák ezeket az újdonászokat, és ezek majd az 50-es, 60-as évek végén csak ilyen organikus diszítősorként működnek a vidéki ünnepségeken, kitüntetik őket többször, egyébként más ö, funkciójuk nincs, és átveszik a hatalmat. Ez már a, ö, én azt gondolom, hogy ennek a vörös hálózatnak, ahogy a Zsuzsa is mondta, ez már a finomabb technokrata része, és aztán lesz a 80-as években egy még finomabb menedzser technokrata része ennek a, az már a legfinomabb és a leg, úgymondám ravaszabb. Hát nyersrezsőnek a tanítványai. Igen, ez már a nyersrezsőtől is dörzsöltebb és nyersezsőnél is finomabb hálózati mozgásokat használó úgynevezett menedzser technokrata elit. És ez a menedzser technokrata elit már a 70-es évek tulajdonképpen ezer szállal van elkötelezve a nyugatra. Nyugati multinacionális vállalatok, pénzügyi központok felé, mert ugye létrejön egy, egy olyan korrupciós rendszer, ahol az egzisztenciájukat ezek az emberek nyugatról kapják korrupciós pénzeken, kenőpénzeken keresztül. Tehát nekik már nem Moszkva az igazodási pont. És ez egy, ez egy olyan, olyan csapat tulajdonképpen, amik ezerféle módon tudják befolyásolni, manipulálni a a politikát is, és innentől kezdve a rendszerváltás folyamata, tehát a 80-as évek során végig a, a politikai átmenet is tudják manipulálni. Hát elég, hogyha azokra a, az amerikai diplomatákra és üzletemberekre gondolunk, akik már a 70-es években megjelennek Magyarországon, a 80-as években már nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak. Ott van például a, talán az első, a Cyrus Eaton, aki korabeli újságíró, újságolvasó volt, annak mond valamit a neve, a Cyrus Eaton azért veszi fel a kapcsolatot, 59-ben a magyar kormányjal, mert ő szeretné az a kétpolusú világrend enyhülését kihasználni úgyhogy behatol a Szovjetunióban, tehát elkezden üzleti vállalkozásokat kezdeményezni a hruscsovi Szovjetunióval, igen ám, de az amerikai társadalomban még élénken él 56 emléke számukra az, hogy a szovjetek eltaposták a budapesti pesti srácokat, meg a magyar forradalmat, ez, ez vörös posztó, hogy hogy a szovjetekkel üzleteljenek. Van még némi erkölcs. Igen, a és mit csinál Cyrus? Itt ön felismeri, hogy a kádárt szalonképesség kell fésülni nyugaton, csak így lehet neki behatolni üzleti szempontból a keleti zónába. És, és ezért elképesztő energiát és pénzt fektet abba, hogy Kádárt jó színben jelentesse meg a nyugati médiában. Igen. Hát te ezért gondolom azt, hogy a pénznek egyetlen ideológiája van, az maga a pénz, vagy a haszon. Az összes többi ideológiát azt helyzettől függően használja, és és meg kell halni, általában jó használja. Hát, mert ezt a, megint történelemmel kezdtük, a Rothschildok is támogattak ezt, azt, azt, azt még Napóleont is, a maguk, eh, hogy is mondjam, háttérmódján, meg aztán a Szent Szövetség. Szóval, eh, mindig Hihetetem, mindig, mindig megvolt a, a pénznek az ideológiája arra, hogy miért nincs ideológiája, és miért csak a pénz a fontos. És valóban így van, ahogy Zsuzsa mondja, én a 60-as, 70-es éveknek a gazdaság történetét nem ismerem, nem ismernék visszamenni eddig. De az, az kétségtelentő, hogy a 80-as években ez a típusú együttműködés és ez a típusú háttérmanipuláció az érezhető volt. Azt hiszem szerkesztő úr is a közgazdasági egyetemre járt annak idején. Nem, én történész, történész vagyok. vagyok. Történész, történész, akkor bocsánat, vagyok. de én oda jártam, azt itt nem tudom akkor miért vettem ezt. Én oda jártam, és tudom, hogy a 80-as, 70-es évek végén már a legnépszerűbb szak a közgázon, a nemzetközi pénzügyek Így szak van. volt. Számos mai bankár évfolyamtársaim, vagy majdnem évfolyamtársaim, abból a keltetőgéből kerültek ki, és nyilván szakmai értelemben ők azt Aztán mondom, hogy politikailag is, mert ezt nem tudnám bizonyítani, de nyilván hogy a szakmai értelemben már ezt az ideológiát, a pénzideológiáját vallották, és megágyaztak a későbbi liberális vagy neoliberális fordulatnak. Ekkor kezdődik meg egyébként a, a politikai elit egy részének. És itt nem is feltétlenül a felső vezetésnek, hanem a körülöttük lévő szatellit vezetésnek a, a részben a kapcsolati őket a részben pedig a valóságos vagyon itt ezuráció? szabad egy mondatot mondanom, akkor ez, ez vidéken is megvan. Tehát, hogy a, ha matroska babákat gyártott a kommunista társadalom, és egyenre gyúrta, akkor ez az úgynevezett 70-es évektől bejövő csepegtetett, aztán keményebb amerikanizáció vidéket is átgyúrta. És hogyha a vidéken is hálózati vizsgálatokat csinálunk, akkor én mindig azt látom, hogy egy 200 lelkes települést három ember irányít, egy mit, 1000 fős településen öt ember osztja alapokat a 70-es évek és 80-as évek táján, egy tízezes településen mondjuk száz ember, tehát zseniálisan körbefonták magukat, és, a, és egy idő után nem is a, a, az MSZNP káderei irányítanak, hanem a körülöttük lévő gazdasági elit irányít. És az MSMP káderei azt mondják, hogy mi irányítunk itt az ideológiai hatalom, mi határozzuk meg a források alapján, még nagy mellényel beszélnek, de közben mögöttük már a gazdasági elit mozgatja őket. A gazdaságpolitikai titkár, mindig én Miskolci vagyok, a gazdaságpolitikai titkárnak a, a, pozíciója, az mindig erősebb volt, mint az első titkárnak, a megyei első titkárnak. Ez így van. Csak a gazdaságpolitikai titkárt is meg lehetett buktatni. Tehát, hogyha egy stratégiai nagy vállalat mondjuk nem hozta azokat a tervszámokat, vagy valamilyen botrány volt, akkor, akkor nagyon szépen ledarálják a gazdaságpolitikai titkárt is és ebből adódóan én azt látom, hogy a 70-es, 80-as évektől már megtörténik az a, azoknak a, hogy fogalmazzam szépen, kis petéknek a belehelyezése ezekbe a vállalatokba, és ezt igazolni kell majd forrásokkal, amikor megérkezik a rendszerváltoztatás, azonnyomban kit kiteljesednek, és a tulajdonosváltásnál már a 70-es, 80-as években berakott személyeket aktivizálják. Elnézést Na, lehet aztán... Erre. Erre vonatkozott a kérdésem, tehát hogy megindul egyrészt a, a kapcsolatítőkének a tezaurációja, felhalmozása azáltal, hogy egyrészt ezek a gyerekeiket már jó iskolákba járatják, nemzetközi kapcsolataik vannak, másrészt pedig valódi vagyon is megjelenik ezeknél az embereknél, amik később a privatizációnál, hát azért az elején még kellennek, aztán utána jön már a, a kárpótlási jegyrendszer, és aztán ott, ott már nem kellett. Ezek a vagyonok, amit én leírtam, az a szisztéma tulajdonképpen 72-ben éri el azt a szintet, ahonnan már teljesen bizonyíthatóan offshore hálózatokról beszélhetünk. Tehát, a, a tehát magyar... már a létező szocializmusban is megjelennek ezeken a kapcsolatokon keresztül az offshore. Sőt, a magyar jelenséget. gazdasági elit, most ezt idézőjelben mondom az elitet, nem pozitív értelemben használom, a magyar gazdasági elit kezd offshore hálózatot kiépíteni. Kinőttük ezt uh a 21. század második évtizedére? Nem. Nem, ez de egy de... nagyon jó válasz. Azért az feltűnő volt, legalábbis nekem, így utólag meg pláne, hogy a privatizációs folyamatokban ugye az első szabadon választott magyar kormány milyen nagymértékben használ, hát úgy mondjam, a régi rend köreiből származó emberek. De Béla nem volt szakember. Hát most ezt én értem, hogy nem volt szakember. De meg is vezették a de, hát igen, a azért mondom, hogy most nem akarok neveket mondani, de tudnék így kapásból minimum kettőt, aki a vagyon körüli dolgokban a, vezető pozíciót is. töltött be, és államtitkár vagy államtitkár helyettes volt Antal József kormányában, akik nyilvánvalóan jó esetben két kapura focisztak, rosszabb esetben csak egy kapura. Tehát ez a beépülés, vagy ahogy te fogalmaztad, ez a petelerakás, ez, ez, ez szárba szökkent, ha szabad ezt a képzavart használni, és lehet, hogy azért, mert nem volt olyan szakember gárda már hát ezt se tudom, hogy volt-e vagy nem, ez, ez nem értek igazából, hogy, hogy akkor Antalnak az a merítése, amit akkor meg tudott valósítani, az, az elegendő lett volna-e ahhoz, hogy, hogy egy alternatív gazdasági elitet termeljen ki, vagy volt de nem egy is bizony, de nem? a miniszterelnökben? Hát jó, ugye erre mondta nyilván, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, de én megint csak nem akarom a történész kenyerét elvenni, de így a hiányos ismereteim alapján azok a rendszerváltások a történelemben, ahol a régi elitet nem tették zárójelbe, most a szónak de átvitt értelmében, tehát nem engedték közel a tűzhöz, azok mind úgy végződtek, hogy a régi elit az beleép, beépült a, az új szisztémába. Hát, hogy és miért lett volna másképp 89-90-ben, pláne Magyarországon, ami korábban is ugye bele volt épülve valóban a, a különböző közvetítési láncolatokba a két világrendszer között, Ez nagyon nehéz, nagyon nehéz innen eldöntenem, hogy ez reális politikai alternatíva lett volna akkor, vagy nem volt más út. Hogyha lehet, most egy módszertan, csak nagyon röviden, hogy mi, mi az a hálózat. Ugye van az állami intézményrendszer, ezt nevezzük most hierarchiának, és van azok a horizontális kapcsolatrendszerek, most ez a gazdasági elitek összefonódása, ami már a 70-es, 80-es évekre egyértelműen kimutatható Magyarországon, és egyértelműen nyugati orientáció, tehát nem Moszkva és nem a szocialista blokk felé figyelnek. És hogyha elérkezünk a rendszerváltáshoz, akkor az történik, hogy van egy rendszerváltó értelme, امیشه Itt most elsősorban mondjuk a népiekre gondolok, az MDF, akik aztán kormányra kerülnek, és az az értelmiség, ebből nem lát semmit. Ők a hierarchiát bontják le, a pártállami hierarchiát bontják le, és építenek fel egy új demokratikus intézményrendszert. De nem tudják, hogy ekkor már nem a pártállami hierarchia az, ami kezdeményező, hanem ez a hálózat. Egyébként a nemzetközi hálózatkutatási eredmények is azt mutatják, vagy azt írják, le, hogy a világszintű jelenség, hogy a 60-as, 70-es évek fordulóján a hálózatok veszik át a kezdeményező szerepet a világban, és azóta az erejük folyamatosan nő, és soha az emberiség történelmében nem volt olyan jelentős és erős a hálózati mozgás, mint jelenleg. És ez a 60-as, 70-es évek fordulóján megjelenő fordulat a világban, ez ugyanúgy megjelenik Magyarországon is. És innentől kezdve, a, a a hálózat Magyarországon sokkal erősebb, tehát ez a nyugati gazdasági befolyás, amit a kádári nyugati nyitáshoz szoktunk kötni, és amit pozitív módon szokott a történetírás említeni, hogy milyen jó, hogy a kádári Magyarországot a legnyitottabb a nyugati világ felé, én ezt úgy szoktam, nem pozitív értelemben nézem, hanem abszolút nemzet tudati, meg nemzeti narratívából, és nem nyitottnak, hanem kitetnek, kiszolgáltatottnak tudom, tudnám lefordítani, ugyanis ezek a gazdasági körök be voltak Magyarországon, nem volt érdekük a lusztráció, nem volt érdekük a reprivatizáció, nem volt érdekük az elszámoltatás, egyikre sincs kísérlet sem. Tehát Magyarország gyakorlatilag az egyetlen ország a blogból, ahol ennek a kísérlete sem történik meg. Az igazságtételre van egy törvényjavaslat, azonnal elkaszálják. Tehát az, az valami, étényi takács. Az étényi takács törvény, igen, azt is azonnal elkasszálják. Tehát én nekem ez azt mutatja, hogy a több blog többi országában ilyen mérvű nyugati tőke és gazdasági értek behatolás a 80-as évek végéig nem történik meg, mint Magyarországon. És furcsa, hogy én politológusként azt mondom, hogy ezek szerint a politika rátelepedett a, a, rendszervál, a magyar rendszerváltó elitnek a agyára vagy a tudatára, és nem vették észre, legalábbis az általad említett MDF-es értelmiségek nem vették észre, az szerintem pedig nyilvánvaló tényt, hogy a rendszerváltás, az persze nagyon lényeges szinten a demokratikus fordulatról szólt, hogy átmentünk de puha diktatúrából, vagy ki tudja milyen diktatúrából, demokráciába, de azért a társadalmi lényegét mégis a tulajdonváltás jelentette, és a tulajdonváltásnak a menedzselését, azt csak is a régi elit tudta elvégezni, ha igaz az az állítása szerkesztő urrak, hogy Antalnak nem volt miből válogatni. És nyilván ugye, hogy ők a saját szájézük szerint próbálták meg ezt a tulajdonváltást lemenedzselni, a privatizáció kapcsán is, mindenféle Én más... Néz, ez nagyon jól tudjuk, mindannyian tudjuk, különösen vidéken, a termelőszövetkezeteknek a szétverése után, egyértelmű, hogy azok a termelőszövetkezeti tulajdonrészek, amelyeket kárpótlási egyel kivásároltak, a termelőszövetkezet egykori vezetői, akkor, akik már ugye... Uh, hogy hívták ezt annak idején. Uh agronómusok, TSZ elnökök, stb. stb. brigádvezetők, akik, akik megfelelő képzettséggel rendelkeztek, és ráadásul meg is magyarázták az egyébként előregedett vidéki lakosságnak, hogy ti ezzel úgyse tudnátok semmit kezdeni, mi majd adunk nektek valamit a, a jegyért, ami egyébként meg semmit nem ért. Tehát ez volt a, a 89-90-94 közötti időszaknak a legnagyobb hazugsága, hogy tulajdonképpen egy tőzsdei értékel bíró értékpapírt a kárpótlási jegyet sikerült annullálni. Szabad egy mondatot mondanom? Kárcsa. Zsuzsához és Bélahoz kapcsolódva. Csináltam egy olyan vizsgálatot, hogy megnéztem, 88-89-ben kik az MSMP első titkárai. Többnyire tanáremberek, emberek, nem bántóan mondom, illúziókban és ideáltipikus kategóriában gondolkodó hívő emberek, és most ezt a, a hívést az első értelemben, amit Béla mondotta, az eszmében hívő emberek akik elvállalták tulajdonképpen a, az MSMP csődmenedzselését. Ez már a kontraproduktivitás korszak volt Igen, és, és mögöttük meg kiépül az a gazdasági hálózat, aki, aki tulajdonképpen kőkeményen rajtuk is átlépve, átlép ebbe az új úgymondom vadkereti kapitalizmusba, és ebből több tragédia is volt vidéken, én nagykanizsai vagyok, és ott például volt egy, volt egy öngyilkosság is, mert ezeknek az embereknek ezzel szembe kellett nézni, hogy tulajdonképpen én vagyok a hasznos, talán nem idiótát mondok, hasznos balek vagy hasznos lúzer, hogy elmenedzseltem és én még... idéznéd a klasszikusokat Péter, ezt maga Lenin találta ki, idió... sőt, Sztálin vitte világhírre, hasznos igen, idiótát. Igaza van egyébként szerkesztő úrnak, csak, csak mégis valahol elszorul a torkoma, hogy belegondolok, több esetben volt tragédia, ő még 89-ben is hisz a az emberarcú szocializmusban, és átmen, átmenteni ezt az emberarcú hálózatot, közben a háttérben pedig kiépül az ag a agroterületen, a merkantil területen egy olyan kőkemény hálózat, ami egy perc alatt átlépi és, és egy perc alatt bérmunkásként dolgoztatja azokat, akik előtte május 1-én gyönyörűen énekelve a, a dalokat mozdulnak. Az, az uralkodó osztály részeként ráadásul. Igen, ezért úr. fontosak a Zsuzsa könyvei, mert ő ezt a nem ismert mechanizmust szisztematikusan leleplezi, de ha szabad visszamenni a beszélgetés elejéhez, és elismerve azt, ugye, hogy itt mi zajlott a, a rendszerváltás környékén a privatizációk kapcsán, úgy gondolom, hogy ennek az átmentő elitnek, amit lehet kádári nomenklatúrának hívni, de valóban nem csak a a pártaparátust értjük rajta, hanem a mögötte lévő technokratákat elsősorban. A, a, ez is egy vitatható történelmi tette idézőjelben, vagy bűne, hogy így hajtották végre a privatizációt. De ugye az igazi nagy probléma az, hogy ők ma abba a nagy világgazdasági pénzügyi elitbe kapcsolódnak bele, és szervesen kapcsolód, szeretnének szervesen belekapcsolódni, ami ma a világról úgy gondolkodik, ahogy azt a beszélgetés elején mindannyian elmondtuk. Tehát nem, nem az emberekben gondolkodik, nem nemzetben gondolkodik, hanem globalizációban, haszonban, transhumanizációban, ahogy említettük. Szóval az a baj, hogy tulajdonképpen elviszi egy olyan irányba az ország gazdasági társadalmi fejlődését, ami szerintem egyáltalán nem kívánatos. Hát tulajdonképpen uh... A, ennek az úgynevezett pénzügyi világelitnek egy hihetetlenül szerencsés időszak az, vagy talán pont azért e, e, születik meg 1989-ben az úgynevezett washingtoni konszenzus, amely tulajdonképpen e, a, a gazdaságpolitikában a, a totál neoliberális gazdaságpolitikának a, a bevezetését irányozza elő, és aztán erre szépen ráépül a kultúrára, és a, 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 a politikai szférára való e, betelepedés Szabad is. Szabad egy mondatot mondanom? Én Tarant... az Antal kormány nagy erényének tartom, hogy ezt felismerte, de a nagy tragédiájának, hogy tulajdonképpen két malomkő közé szorul be az Antal kormány, a neoliberalizmus és a, a még létező, a humanizmus álcáját már levetni igyekvő szocializmus közé, mert létezik, és, és az Antal kormányt ezt tulajdonképpen 93-ra, hát nagyon nehéz helyzetbe hozza. Azért ezt ne felejtsük el, minden tisztelet az akkori magyar társadalomnak, hiszen mi is az utódai vagyunk. Ráadásul mi, zsuzsa kivételével a, a rendszerváltókorszakból, ban éltük meg felnőttkorunk első éveit. De azért, ha nem is Kádár tagja de az a fajta. Eh, hogy is mondjam, a szocializmus, a létező magyarországi szocializmus által korrumpált társadalom, az azért elég jól el volt ebben a rendszerben. Igen, is. és... aztán kapta hirtelen a nagy pofonokat, mert ugye az volt az első várakozás a rendszerváltozás után, hogy mi egy év múlva Bécs leszünk, hát nem. Ez a és a kádári, még most sem. Ez a kádári kisalkuk rendszere, tehát hogy én is tudom, hogy te is tudod, hogy mi is tudjuk, hogy kivisztek az zavarta. Full korrupt rendszer volt Igen társadalmi szinten. Hát meg önkizsákmányolásra az És azért az ne felejtsük el, hogy ez az offshore hálózat, ez, ez tényleg egy pénzszivattyúként működött. A Tax Justice Networknek a felmérése, egy brit kutatócsoport, civil csoport, semmi köze a magyarokhoz, ők mutatták ki, hogy 1980 és 2010 között 242 milliárd dollárt vittek ki offshore az országból. Ez irdatlan sok pénz. Tehát 22 milliárd dollár volt az adósságunk 90-ben, amivel csődközeli helyzetben volt Magyarország. Tehát azért itt működött ennek a hálózatnak egy olyan gyakorlati oldala, ami, hogyha, hogyha, egy ilyen pénzszivattyú van a háttérben, akkor, akkor ott nincsen politikai mozgástér. Tehát egy gazdasági kényszerítő helyzetben egy bármilyen politikai elit, bármilyen kormány csak gúzsba kötve tud táncolni. Hát persze, gazdaságilag tökéletesen legatyá, legatyásították az országot, tehát a, az a a, a, a szabadrablás korszaka volt. Ezt az így azért van, és Istenbe. egyébként, mint történész, a másik nagyon fontos konklúzió ebből, hogy az a narratíva, amit Kádár, a cél, Fekete kitaláltak, a gulyás kommunizmus narratívája, hogy a magyar magam társadalom magam. többet fogyasztott, mint amennyit megtermelt, ez hazugság, nem ezért adósodott el Magyarország. Ja, egy 68-as mondást kifordítva ide hozva most, hogy Isten halott, Marx halott, de a pénz él és virul. Tehát ez a lényege, ami most velünk történt az elmúlt évtizedekben. 89. Egy picit térjünk vissza a neoliberális gazdaságpolitika hivatalosan megkérdetett doktrinájához. Erre épül rá, milyen érdekes egyébként, hogy innentől kezdve az ideológiák már nem számítanak, vagy az, azok az előjelek, amik korábban az ideológiákhoz kapcsolódtak, nem számítanak. Ráépül a kultúrában egy neomarxista szemlélet, ami egyébként most érje a csúcsát, pont a korunkban a cancel culture és a vókkal, és ugye a liberális demokrácia, mint politikai forma megjelenése, amely mondjuk, hogyha a mai szemlélet telállunk hozzá, akkor azt látjuk, hogy itt a liberális, ami ugye egyébként a szabadságot és a, a, a sokszínűséget jellemzi, ebben az esetben fosztóképzőként jelenik meg, mert hogy egy, egy doktrinár dogmákon alapuló és véleménydiktatúrán alapuló demokratikus struktúrát próbálnak. Zse követíteni. zseniálisan ment át a, a médiába, és ugye beszélgettünk előtte, Zsuzsával és Bélával, hogy a média, a vidéki média is egy perc alatt átveszi ezt a, ahogy valóban ezt a szaba, szabadságnak álcázott szabatosságot. És ez, 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 ha megnézzük a médiának a, a cikkeit és diskurzus elemzést hajtunk végre, akkor rendszer 90-es évek közepétől napjainkig légy szabad, valósítsd meg önmagad, vezd le a határaidat, Röpülj, a, röpülj az univerzumba. Hát az ez... ilyen típusú szabadság élmény az egyenes út az elmaganyásodáshoz, Persze, ami a cél egyébként. Igen, de ez, amiről beszélsz, ez a tömegtársadalom, elnézést a kifejezés, a tudatos elhűítésének a, hát a, a programja. A konzumidióták megteremtése. Hárári. Hárári, igen, mondta. Igen, igen Hárári. És még egy mondatot, amit én tragik, tragédiának tartok, világszinten a középrétegek eh, tudatos eh, számbeli számának a csökkentése. Én azt látom, hogy jelen pillanatban a középrétegek halálát éljük világszinte. Tehát... De hát Péter, bocsánat, hogy most itt a portás közben szól, de hát a, a kulturális marxizmusnak vagy kulturális neomarxizmusnak az egyik legfontosabb eleme, amit Magyarországon is hallottunk már a, 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 abban a kifejezésben, hogy a, a, a legutálatosabb képződmény a fehér heteroszexuális keresztény férfi, az tulajdonképpen itt jelenik meg először, hogy a, a fehér keresztény középosztály gyakorlatilag eltiporandó uralkodó osztályként jelenik meg. A de ez nem most jelenik nem, meg, persze, ez persze. a kommunistáknak is a legfőbb nem. ellensége. Azért azt mondom, hogy a marxizmusnak egy további élése. Így van, mert az a, az a magabíró polgár, aki nem függ, nem nincs teljesen kiszolgáltatva az adott hatalomnak, azt nem lehet végtelenségig manipulálni. Ingen. Ez az önrendelkezés totális felszámolására irányul, most az önrendelkezést nem csak politikai értelemben, hanem életviteli életmód értelemben is értem, de én szerintem 1968 volt egy nagy fordulópont pont ebben, ebben a kulturális marxizmusban, ha úgy tetszik, mert ugye akkor szembesült ugye a nyugati marxizmus azzal a tényel, hogy a diáklázadásokra a munkásosztály magasról tesz, hogy igen, ilyen fiatal, igen. fiatalosan fejezem ki magam, és akkor találja aki ugye Herbert Marcuse, azt a máig, máig is élő szlogent, hogy nem a munkásosztály, hanem a diákok, a nők, a kisebbségek, etc. etc. azok a forradalmi potenciál letéteményesek. Így van, politikailag korrompálódott a munkásosztály, tehát le kell És gyakorlatilag válteni. ugye ennek az ideológiának a megfelelője az, hogy a 68-as generáció az fokozatosan beépült, leved, levedlette magáról ugye a szélsőségeket, illetve nem is annyira vedlette le, de legalábbis nyakkendőt és öltönyt és behatolt az intézményrendszerbe, és ma ők foglalják el, a, ezek a 68-asok foglalják el a, 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 döntéshozói pozíciójukat, és ezek nagyon jól össze... És az Európai igen, és nagyon jól összebútoroztak a a technokráciával és a gazdasági elittel. Tehát ugye ez egy folyamat, történeti folyamatnak a része, amiben az összes ilyen szlogen, hogy itt most demokrácia, liberális demokrácia, ez a behetetésnek a része. Hát az egész világ arról szól, ahogy itt tudós kollégáim is elmondták, hogy a tőke koncentráció és a hatalom koncentráció felé haladunk. Az szerintem a demokráciát úgy alapjáraton megkérdőjelezi. Egy cég soha nem lehet demokratikus, ugye egy cég az egy parancsuralmi rendszer, a Svalbúrék ugye ez a Davoszi Fórumnak az egyik prominens alakja, akarják a világot irányítani, hát abból minden lesz, csak demokrácia nem. Meg az Európai Unióban is ugyanez a, a, a Mondhatjuk azt, és itt ez nagyon fontos, hogy a tőke koncentráció és a hatalom koncentráció párhuzamosan, és gyakorlatilag egyre inkább egyfajta középpontba, egy, egy fekete lyukba sűrűsödik össze, ami már nem engedi ki a fény sem, csak a saját ötleteit, hogy, hogy akkor viszont ott tarthatunk, hogy, hogy ezáltal a klasszikus értelemben vett politikus, az most már nem létezik, hanem, hanem egyfajta lobby tevékenységet végző ember, vagy lobby politikus. Azért hagyjuk meg nekik ezt a jelzőt. Egy Alakult mondatot hogy mondjuk, hogy nagyon érdekes, hogy ez a globális tőke egyrészt uniformizál, hogy egyen fogyasztást hagyj végre, másik oldalról, ahogy a Béla mondta, viszont az extremitásokat támogatja. Pont, hogy csinálj egy olyan felvonulást, amiben extrémen viselkedsz. Tehát, hogy ilyen kettős játék, hogy egyrészt egyen négy úr, másik részről pedig a az úgynevezett, most jó értelemben mondott polgári etoszt rombolva az extremitást helyezi követendő. Hát a munkás polgárra szeretne válni. Igen, igen, ott a világ, hát a, világ, a, világ. a, a szociáldemokráciának egy tökéletes. Igen. És az extremitás Magas szintre helyezésével azokat a rétegeket manipulálja, akiknek nincsenek meg azok a polgári, páncéllemezei, vagy nem tudom, ha jól mondom, amivel megszűri azt, hogy mi az érték, és mi a nem érték. Hát ezért kell felszámolni a, fol a polgár. polgár. És, és, és a végső cél, tehát hova futhat ez ki, amíg az extremi, a szélsőséges extremitás válik az új normává? Igen, és ugye az extremitásnak van egyfajta, hogy is mondjam, tehát ezt most nem jut eszembe ez a kifejezés, de az extremitások azok, amelyek a, a saját frusztrációik miatt könnyen radikalizálhatnak. Elnézést, egy mondatot hadd mondjak, a művészvilágot ismerve egy ideig művészeti karon dolgoztam, és ez csak a saját véleményem, és nyilván nem akarok senkit megbántani, szofisztikáltan igyekszem fogalmazni, de nekem mindig megütötte azt, amikor egy, -egy művész vagy művész mondta, hogy nem baj, ha egy kicsit drogozik. Na most ugye, most... Ja. Ez egy nagyon vékony mesgyegy, nem baj, ha egy kicsit. Hát e, szerintem baj. Igen. Tehát, e, Erre ez mondja tudom. azt a népies bölcsesség, ha jól idézem, hogy akinek koszos a kertje, az az egész világot akarja rendbe tenni. Vagy gyomos a kertje, az az egész világot akarja rendbe tenni. Valóban van egy ilyen... A Elnözi világ megváltók gyakran frusztrált emberek, igen, az így van. De azért ne álljunk meg, ez, 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 egy, ez, egy, nagyon érdekes dolog. Azok a, 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 társadalmi jelenségek, vagy mikrotársadalmi jelenségek, amik most folyamatban vannak, és azonnal eszembe jutott egy, egy tegnapi műsorunk, vagy a tegnapi műsorunk, ahol, ahol ugye a klimaktivizmusról beszéltünk, ami gyakorlatilag most már klimaterrorizmusvá, vagy legalábbis a művészet elleni klimaterrorizmussá vált vagy bizonyos művészeti alkotások elleni klimaterrorizmussá vált, ez is uh, hihetetlenül uh, jól használja ki azt a fajta uh, kortünetet, mondjuk így, hogy kortünetet, hogy mivel a, a gyerekek iszonyatosan frusztráltak, a fiatal korosztály iszonyatosan frusztrált a bolygó jövője miatt, uh, uh, tele van félelmekkel, uh, tele van uh, olyan víziókkal, ami gyakorlatilag az önpusztítást vagy önpusztulást vetítik elő, ezáltal gyakorlatilag olyan radikális tevékenységet végeznek, amelyek már, már a barbarizmus, vagy véleményem szerint nem csak súrolják a barbarizmus határát, hanem barbár cselekmények. Tehát itt az extremitás hogyan válik Aktivizmus De hát rá. emögött is gazdasági érdekek vannak, emögött is pénz van. Hát a, ha a tehén böfög, akkor szennyezi a klímát, ne együnk tehenet, első körbe sáskát tegyünk, aztán majd a műhúst, ami viszont, meg a mindenféle mű ételeket, ami viszont rengeteg pénz van benne, a gémmódosítások, Hát nézd meg, hogy kik tehát, vannak egyébként, milyen cégek vannak ezek mögött, a mozgatók mögött. Igen, igen, tehát ez mind a pénzről szól most is. Meg amikor ezt hallom, hogy állítsunk le rendszereket alapjára üzemeket, vállalatokat a környezetszennyezés bélyegével. Én nem vagyok se környezettudó, sem vegyész, sem ezen a területen dolgozó, de többször beszélgettem szakemberekkel. Ezeknek a rendszereknek az újrafelfűtése többe kerül, mint, a, mint, a, mint az, hogy működtetjük. Tehát, hogy magyarul ezek a rendszerek direkt önmaguknak gerjesztenek tehát önmaguknak teremtenek olyan problémát, ami, aminek a megoldásából saját maguk profitálnak. Lefordíthatjuk ezt, négy percünk van hátra az adásból, lefordíthatjuk ezt, hogy a globalizmusnak, néhány cég által írt, irányított globalista ideológiai rendszernek, illetve a szuverenizmusnak a, a harcát látjuk ebben a pillanatban, a polgári szuverenizmusnak, vagy szuverenitásnak? Hát á, igen, általában az önrendelkezést nem szereti a globális céghálózat és az ehhez kapcsolódó. Na de innentől politikai. kezdve a valódi demokrácia, a, a képviseleti hát, demokrácia, hát, azt nevezik uh, utálatos kép. Hát igen, a korrali, igen, mert ugye. Az a, a, először is a demokráciának, megint csak történelmi ismereteimre hagyatkozva, azért mindig előfeltétele volt a jólét. Laténi városállamban is elég jól éltek az emberek, igaz, hogy a helóták dolgoztak helyettük. De Kevesen aztán, voltak igazán? Igen, azok nagyon igen. Utána az úgynevezett jóléti társadalom 1945 után, ugye szintén Európában, nem utolsó sorban, ugye amerikai segédlettel egy olyan kiegyenlítődés jött létre. Viszont ott már tömeges volt a jólét. Ott tömeges volt a jólét, és ott működött is a demokrácia. És ugye a Szovjetunió bukása után, most nem a Szovjetuniót Sajnálom, de az, az tény, hogy a Szovjetunió eltűnése elszabadította azt a gazdasági vagy tőke logikát, aminek a nyomait most látjuk. És ez a gazdasági tőke logika nem tűri a nemzeti keretek között meglévő demokráciát, mert nem tudja kontrollálni. Ugye a kontrollálni a, a nemzeti politikusokat a saját választóik tudják. De a, a fölöttesénye, ugye a Európai Unióról beszéljünk most, az csak nagyon módjával vagy nagyon nyakatekert módon tudja a nemzeti politikusokat ítélőszék elé állítani, aminek így persze most látjuk a konkrét lefolyását egy-két ügyben. de a lényege az, hogy, hogy el, el akarják oldani a demokráciát a természetes alapzatától, a nemzeti keretektől, mert még egyszer mondom, a cég logika az abszolút ö, ö, antidemokratikus logika, ez egy parancsuralmi rendszer. Közvetlen beavatkozások is történnek? Ilyen esetekben, ugye most nagyon kevés időnk sze, van, de egy, egy, egy most azonnal sze, eszembe jut. Számos példát a, a látunk a régióban, de hát most Magyarországon. Magyarországon. A pénzügyi támogatás, a pénzügyi. igen. Lesz, igen a választások előtt, hogy ne, de ez sem új keretű. Tehát azért a 80-as évek elején itt már nagyon tudatosan építették fel a jövendő politikai alternatívát. Menedzserképzőt alapítottak, ösztöndíjakat adtak kiválasztott embereknek, tehát itt volt egy tudatos építés, az is egy befolyásolás, beleszólás a, a, belpolitikába, és ennek a hagyományát nem csak Magyarországon lehet nyomokon követni, tehát ha megnézzük a környező országokban, akár most Ukrajnaban a háborút, tehát ezek mind külső befolyás Solásra történő események, egész egyszerűen a lokalitás az mindig is útjába volt a globális tökének, és, és ezt fel kell az önrendelkezést, a, az önvédelm képességét fel kell számolni a nemzetállamokban, erről szól. Kicsit a sportnyelvből egy mondatot. Ez a végszót, Péter, amit mondasz. Olyan ez, mint amikor a birkózásnál elszakítják a, az egyik birkózó felemelni másikat és eldobja, ezért kell a, a nemzeti identitást jelképező struktúrákat kiválni. És hogyha nincs meg a lokális identitása, és nincs meg az a büszkesége, hogy én innen származom, akkor, akkor eldobandó lényé válik az egyén is. Köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem egy hónapon belül innen folytatjuk. Hm. Önök az Ez itt a kérdést látták műsorunkat, újra nézhetik a mediaclickhu és a Youtube-on is. Én kollégáim nevében is köszönöm egészeti megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra! thank